feljöttünk a Somlyó hegyre, a Fáy Présházba, ami egy reformkori találkozóhely volt, hogyha jól tudom. Igen, Fáy András Présháza a reformkor nagyjainak volt a találkozóhelye. Fáy András maga is a reformkor híres írója, politikusa volt. Itt találkozott Deák Ferenc, Vörös Marti Mihály, Kossuth Lajos és még sokan. Ehhez kötődik ugye a Fröccs megszületése és ehhez a helyhez. 1842. október 5-e a jeles dátum, amikor egy szület alkalmával itt újra találkoztak a reformkor nagyjai, és Jedlik Ányos is eljött, a kor nagy tudósa, és hozta magával új találmányát, a szódás szifont. Nem annyira bírta az alkoholt, ezért úgy gondolt, hogy könnyít egy kicsit a bor keménységén, és egy buborékkal fellazítja azt, és belefröccsentett a poharába a bor mellé a szódát, és ezt megkóstolta a többi vendég is. Nagyon ízlett nekik, és felkiáltottak, hogy inne az új ital, a spritzer. Vörös Marti ezt kikérte magának, és azt mondta, hogy hát ez túl németes, legyen inkább Fröccs a neve, így született 1842. október 5-én a Fröccs. Láttam itt egy kis kunyhót közel a Présházhoz, a Vörös Marti kunyhót. Ez hogyan kötődik ide a helyhez? Igen, a Vörös Marti kunyhó az igazából azért lett Vörös Martinak elnevezve, mert a legenda szerint ott született Vörös Marti Mihálynak a hazafias költeménye, a Fótidal, ami az első pár sorában a Fröccs születéséről is megemlékezik, ugye fölfelé megy a borban, a gyönt jól teszi, tőle senki a jogát el nem veszi. De igazából ez a kis kunyhó, ezt a Fáy házas pár és ott a márványtáblán lévő nevek is tanúsítják, hogy kik építették ezt. Ez arra szolgált, hogyha itt a mulatozás folyamán vagy a szület közben elfáradt valaki, akkor lepihenhetett ott, Vörös Marti is többször pihent ott meg. Találkozó helye most is ez a hely, hiszen látom, hogy például az étlapok próbálják követni ugye az egykori kínálatot. Például mit jelent az, hogy krúdi fröccs? Ez egy nagyon érdekes, igen, nagyon sokféle fröccs fajta megtalálható nálunk. A krúdi fröccs, az azért krúdi fröccs, mert 9 deci bor és 1 deci szódát tartalmaz. És erről Krúdi mondta azt, hogy csak azért kellett a borba a szóda, hogy megnevettesse, a buborékok megnevettessék a bort. A kis fröccs, illetve a fügyhöz is, ugye, hogyha jól tudom, valamilyen kis történet kapcsolódik. József Attila nevezte el a kis fröccsöt fügynek, hiszen a mennyiségére utal, hogy egy fügy szó alatt nem lehet inni. Fröccsről már hallottam, de ma kiderült számomra, hogy valami más is ide kötődik, a somlyói galuska. Igen, közvetve a somlyói galuska, vagy közvetlenül a somlyói galuska is ide kötődik. Ez egy érdekes dolog, nem sokan tudják, hogy a Fóti Somlyó dombon vagyunk, és azért nem kötik össze, mert a köztudatban somlyói galuskaként szerepel, ennek egy érdekes története van. A legendás Bunder étteremhez kötődik, annak főpincére találta ezt ki az 50-es évek végén, de abban az időben a Bunder étteremnek a fő cukrásza egy fóti cukrászmester volt, Szőcs Béla József, és ő alkotta meg ezt a desszertet a főpincér ötlete alapján. Ezzel a 1958-as Brüsszel világkiállításon szakmai sikert arattak, és viszont mégis somlói galuskaként vonult be a köztudatban. Erről a cukrászmester azt mondta, hogy a brüsszeli világkiállításon a sajtó elírta a desszert nevét, azt az Y-t külföldön nem tudták ott értelmezni, és így lett a somlói galuskából somlói galuska. Ezért nálunk a mai napig az eredeti recept alapján készül a somlói. Én szeretnék meg is kínálni egyel, hogyha... Hát igen, ennek nem lehet nemet mondani, úgyhogy köszönöm. Szívesen elfogadom. Vannak-e, most mi itt a téli hidegben érkeztünk, de vannak-e rendezvények, amik kötődnek itt ehhez a helyhez, akár tavasszal, vagy akár nyáron? Köszönöm szépen! Köszönöm! Akkor ez a hagyományos recept alapján készült, az mit jelent tulajdonképpen? Igen, mivel egy ilyen legendához csatlakozunk, vagy egy ilyen történelmi tényhez csatlakozunk, ezért nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy előkutassuk az eredeti receptet, és hát nagyon sok hely, nagyon sokféle somlói, vagy inkább úgy hívjuk, hogy somlyói galuskát készítenek. Mi kutatások folyamán előkerestük az eredeti receptet, és az alapján készítjük a somlyói galuskánkat. És akkor ez titok, hogy mik vannak benne? Nem titok, hiszen mi is nyilvánosan kutattuk elő, de még azért gondolom, hogy a séfünk azért egy kicsit valamit beletett az ő lelkéből is. Hát minden esetre nagyon finom, és akkor kérlek, kínálj meg egy kis fröccsel, mert hát nem mehetünk innen úgy el, hogy ne kóstoljon meg a helyi fröccsöt. Ez természetes, egy kis fröccsöt fogok készíteni, ami 1 deci bor és 1 deci szóda.